Molnár Anna. A fiatal énekesnő 2017-ben végezte el a Zeneakadémiát. Elsősorban a 20.-21. századi zenekedvelő ismerik, pedig igen sok oldalú művész. Opera és koncertszínpadon találkozhatunk vele bel- és külföldön egyaránt. Szereti a nadrág szerepeket, ahol vagány és laza lehet. Lássuk, mit tudhatunk meg a fiatal mezzoszoprántól, alfától operáig. Szerinted is kevesebb fecskét látni? Hú, hát én már nagyon rég láttam fecskét, az a helyzet, úgyhogy annál biztosan, annál nagyon nehéz kevesebbet látni. Star Wars vagy Harry Potter? Harry Potter egyértelmű. Én nem vagyok nagy Star Wars rajongó, be kell valljam, viszont a Harry Potter könyveket nagyon szeretem, és többször is olvastam őket. Milyen hosszú volt a leghosszabb hang, amit tartanod kellett, vagy forgásod? Nem emlékszem pontosan, nem biztos, hogy ez volt a legeslegosszabb, de pont egy két hete körülbelül bemutattam Láng István egy monóperáját, amiben egy háromvonalas bét kellett egy olyan öt ütemen keresztül tartani. Nem biztos, hogy az volt a leghosszabb, de ilyen magas hang, tehát ez tűnt a leghosszabbnak, az biztos. Van-e otthon biciklid és használod-e? Van biciklim, de nem használom. Az a helyzet, hogy nincs hozzá még ilyen, tehát lámpa sincs rajta meg semmi, úgyhogy ott van a pincében. Szeretek egyébként biciklizni, de az a helyzet, hogy nincs nagyon merszem a városban, úgyhogy még nem szedtem össze a bátorságomat. Milyen gyakran jársz össze a barátaiddal, barátnőiddel? Hát a mostani, az elmúlt egy évet szerintem ne számítsuk, mert az akkor sokkal ritkábban. Egyébként is már egyre nehezebb, mert van egy ilyen négyes barátnő társaság, akik közül az egyik lánynak már két gyereke van, meg mi meg sokat dolgozunk, úgyhogy nehéz összeegyeztetni, de normális időkben azért két havonta biztosan összejártunk. Milyen szempontok szerint rendezed a könyvespolcodat? Ahol most jelenleg lakom, azt nem konkrétan én rendeztem azokat a könyveket sorba, de egyébként szerzők szerint vannak a könyvespolcon a könyvek. Szoktál-e varni, hímezni? Milyen a kézügyességed? Borzasztó. Borzasztó. Nem vartam, egy gombot nem tudok felvarni, lehet, hogy ez sziki, de így van, és nem is nagyon. Ezt meg akarom tanulni, hogy azért ne legyek ennyire szerencsétlen, de nincs e fajta vágyam, hogy hímezzek vagy varjak. Van kedvenc kilátó tornyod Magyarországon? Hát kilátó tornyom, most ez nem jut eszembe, a Gellért hegyet, a Gellért hegy tetején ott szeretek lenni, meg a Citadella, bár az nem torony. Külföldi nyaralást egyénileg szervezel, vagy utazásirodával? Egyénileg. Nem is tudom, hogy voltam-e utazásirodával, talán egyszer kiskoromban, vagy kétszer a nagymamámmal, amikor elvitt még általános iskolás koromban, de amióta felnőtt vagyok, csak egyénileg. Van olyan zenemű, amit több nyelven is énekeltél, vagy amelyet több nyelven is tudsz? Mozart Figaro házasságából Cherubino szerepét énekeltem eredeti nyelven olaszul és magyarul is. Szoktál-e kertészkedni? Nem. Olyan 3 éves koromtól 23 éves koromig laktam olyan, tehát házban, ahol volt kert, de akkor valahogy nem, akkor sem annyira érdekelt, és utána meg csak olyan lakásban laktam, ahol nem volt kert, úgyhogy erre alkalmam sincs, és sajnos a növényekkel se bánok túl jól, vagy nem tudom, mi lehet a baj, de nekem nem valók a növények. Melyik a kedvenc karácsonyi filmed? Azt hiszem, hogy az Igazából szerelem. Tudom, hogy egy kicsit elcsépelt, de én nagyon szeretem, az a helyzet. Tanítottál-e te magad is? Igen. Miután lediplomáztam, utána megcsináltam a tanári mástert, és az alatt is, ugye, amikor hospitáltam, illetve gyakorlati tanítottam, és körülbelül egy éve elkezdtem tanítani a Zeneakadémián, a jazz tanszakon, jazz énekeseknek klasszikus éneket, ami egy nagyon izgalmas kihívás, és
Míg régebben nem éreztem azt, hogy én nekem életcélom, hogy tanítsak, vagy hogy ez a legfontosabb, de ez így adódott, ez a lehetőség, és nagyon megszerettem. És rengeteget tanulok a növendékektől, meg a jazzt amúgy is szeretem, úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas feladat, és örülök, hogy velük dolgozhatok. Mikor léptél életedben először az Operaház épületébe? Hát ez egy jó kérdés. Kicsi voltam, annyira nem szerintem, tehát én 10 éves lehettem, de bevallom, hogy nem emlékszem pontosan. Az a helyzet, hogy engem kiskoromban többet vitt anyukám, aki egyébként nem zenész, csak látta, hogy ez engem érdekel, és ő már óvodáskorom óta, viszont nem annyira operaházba vitt, meg diótörőre, ami egy kicsit talán az általánosabb, hanem inkább szimfonikus zenekaroknak a gyerek programjaira, ilyen kakaókoncert, meg ilyesmi. Úgy lehet, hogy innen is fakad az, hogy természetesen az opera az nagyon fontos a pályámon, meg az életemben, de hogy a hangszerezzenét is szeretem és hallgatom, és járok olyan koncertekre is, ami nem vokális, úgyhogy ezért szerintem olyan nem annyira korán, hanem talán ilyen 10 éves lehettem. Jársz piacra? Nem annyit, de többet szeretnék, mint amennyit járok. Majd talán ebbe is belejövök, de az a helyzet, hogy időhiányában, meg sajnos nem vezetek, és ezért ez logisztikailag sokkal nehezebb, hogy több helyen kell bevásárolni, meg cipekedni a BKV-n, úgyhogy praktikus szempontokból sajnos egy boltban kell megoldanom a dolgokat, de egyébként nagyon szeretnék piacra járni. Ha te rád az évszakok változása? Igen, főleg így április-májusban, amikor egy nap van 3 évszak, az úgy eléggé hat rám. Egyébként úgy az időjárás változást tehát akkor fáj a fejem, meg nyilván az ember automatikusan valahogy jobban érzi magát, vagy én jobban érzem magam, ha sok napfény van, tehát hat az emberre, hogyha sokáig sötét van, meg esős idő. Voltam fél évet Erasmuson Hágában, és hát Hollandiában azt megtanulja az ember értékelni a napfényt. Jártál már Franciaországban? Igen, jártam, többször is szerencsére. Legutóbb Párizsban jártam, nem is tudom, egy ilyen 3-4 éve, és az nagyon nagy élmény volt. Igen, igazából akkor, tehát egy ilyen 3-4 év, amikor voltam, akkor voltam huzamosabb ideig, mert egyszer régen voltam, de az akkor csak egy napra. Milyen a viszonyod a repüléshez? Én szeretek repülni, vagy nem... Igen, szeretek repülni, inkább utazni szeretek, és ahhoz ugye elengedhetetlen. Nem nagyon tudok jól aludni repülőn, bár lehet, hogy ezt senki nem tud, de ezzel mindig gondjaim vannak, de ezt úgy tekintek erre, hogy ez az eszköz az utazáshoz, úgyhogy hozzá vagyok szokva. Maradjunk ennyiben. Félsz a betegségektől? Úgy különösebben extra módon nem. Régebben nagyon-nagyon, tehát olyan énekes voltam, ha lehet ilyen kategóriát kijelenteni, hogy tényleg melegben is sál volt rajtam, meg nagyon-nagyon túl paráztam azt, hogy megfázzak, vagy hogy a hangommal valami lesz, és aztán rájöttem, hogy ezt jobb egy kicsit elengedni, mert így nem lehet élni, vagy nekem ez nem működött, és érdekes módon sokkal kevesebbet voltam beteg azután, hogy ezt egy kicsit lazábban vettem, úgyhogy azt gondolom, hogy ismerned kell magadat, hogy neked mi a jó, meg mi a nem jó, és vigyázni kell. Nyilván vigyázok magamra, meg én eleve fázós vagyok például, nem a hangom miatt, hanem fázós vagyok, és ezért öltözöm fel, úgyhogy megteszem, amit kell, de nem görcsölök rá túlságosan. Melyik a legfurcsább nyelv, amelyen énekeltél, vagy amelyet hallottál? Ez egy nagyon jó kérdés, mert én ugye nagyon-nagyon sok kortárs zenét énekelek,
és kapásból kínai és ógörög. A Balog Máténak a kínai dalait én mutattam be, illetve ógörögül több szerző darabját is mutattam be, Tornyai Péter, Bajnok Ádám, Muntág Lőrinc. Nekik mind bemutattam ógörög darabjaikat, úgyhogy hát egy kihívás, az biztos, egyáltalán nem az a nehéz, hogy kiejtsem, tehát se kínaiul, se ógörögül, hanem inkább az, hogy teljesen ismeretlen a nyelvtani szerkezete, tehát tudom, miről énekelek, de sokkal nehezebb megfejteni azt, hogy ha előttem is van egy fordítás, általában csak egy mondatnak tudom a fordítását, és nem tudom a nyelvtani szerkezetet. Ez főleg a kínaira érvényes. Ógörögül még valamit ki lehet találni, hogy ez az alanyállítmány. Úgyhogy ezt tartom inkább kihívásnak, nem a kiejtését ezeknek a nyelveknek. Úgyhogy igen, ezt a kettőt tudom mondani. Mik a kedvenc fűszereid? Oregano, bazsalikom, ezeket nagyon sok olyan ételt készítek, amikbe ezeket használom, de szeretem az egzotikusabb fűszereket, csak azokat nem mindig tudom elkészíteni úgy, mint egy igaz éttermet, mondjuk indiai ételt, vagy ilyesmi, de eléggé mindenevő vagyok, meg szeretem a különböző kultúrák fűszereit. Szupi! Jaj, ez be lesz vágva, ez a jaj, erre most nem figyeltem. Ez a szupi, Istenem!